Könyvárusítás és dedikálás Nóriért. Az író nagypapa segített unokájának a Charity háznál. Nóri már a harmadik gyermek, akinek az újpesti Charity szervezésében a város apraja nagyja segít műanyag kupakok gyűjtésével. A kupakgyűjtés idei célja Nóri mozgásterápiájának finanszírozása és egy olyan laptop vásárlása, amely segíti a 12 éves nehéz sorsú kislányt a tanulásban. Az újpesti karácsonyi vásárban a Charity háznál Nóri nagypapája, dr. Bodnár László könyvei árusításával segített be az akcióba. Mint hogy az Isten is akarta volna, hogy öregségemre is tudjak könyveket írni azért, hogy az unokáimat tudjam valahogy valamilyen formában támogatni. És az élet úgy hozta, hogy júniustól a négy lány unokám gyámságba hozzánk került, és ezek a könyvek azt a cél szolgálják, hogy amit a könyvek árusításából összetudok hozni, az mind a gyerekekre megy. Mert most már a legnagyobb beruházás nekünk ennek a négy gyereknek a talpra állítása lesz. A sokoldalú író, tanár bejárta szinte az egész világot, Ausztráliától Ázsiáig, és a legtöbb élményét papírra is vetette. Írt könyvet különböző vidékek bortermeléséről, nemzeti parkokról és a turizmusról is. De legtöbb kötetének témája a Kárpát-medence. A történelmi Magyarország összes borvidékétől kezdve, a térség házassági szokásain át sok mindent megírt már tágabb pátriánkról. 30 könyve jelent meg eddig, de még most sem csökken a motivációja. Motiválnak az unokák, meg a permanens, az állandó önképzés, a szabadidő hasznos eltöltése. Hát hasznosan töltöm, mert 7 nappal át éve gondolkozom, hogyan lehetne ezeket a könyveket értékesíteni. Dr. Bodnár László szombat délután a Charity háznál árulta és dedikálta a könyveit, és a bevételt természetesen unokája kezelésére fordítja.